A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum amellett, hogy számos időszak, illetve saját állandó tárlatával várja az ideérkezőket, kamara kiállításokkal is készül. Idén a száz éve elhunyt Emilnek állít emléket. Miért volt fontos ő a magyar cukrászat életében? Szeretném megemlékezni Emilre, aki rengeteg újítást hozott be, számos desszertet honosított meg Magyarországon, ki ne ismerni a maska nyelvet, vagy a konyakos megyet. Ezen kívül rengeteg francia süteményt hozott Magyarországra, illetve róla neveztek el egy nagyon közismert és népszerű süteményt is a zserbót. Milyen tárgyak kaptak itt helyet? Mindenféle különböző desszertes dobozok, amiket Gugler-Henrikhez, illetve Zserba Emilhez köthetünk. Maga a szekrény is egy volt cukrászdának a cukrász szekrénye. Ezen kívül fényképek, szobrok, itt a mellettünk látható strób, lalajos szobor, például egy nagyon becses tárgya a múzeumunknak. Ezen kívül láthatók még az országos kiállításhoz, illetve az ezredéves kiállításhoz köthető emlék, tárgyak is. -emil ugye származású. Volt Magyarországon egy nagyon híres cukrász, Kugler Henrik, akinek a mai vörös téren, illetve az ekkori Gizella téren működött a jól működő cukrászdája, és ő volt az, aki utódot keresett. Egy párizsi útja alkalmával találkozott Zserbo -emillel. 1882-ben, és meggyőzte arról, hogy jön ide Magyarországra. Úgyhogy az ő találkozásuk az, amiből lényegében kinőtte magát majd a későbbi zserbó legenda. Nagyon híres volt a Royal Zserbó pavilon a Városligetben, illetve ugye a Vörös téren is tudjuk. Volt az Andrássy úton is volt cukrászdája, illetve csoki gyára volt a Duna utcában, Szerintem ez, ezek az így elsősorban érdemes megemlíteni. Zserbo Emil maga is egy cukrász, több generációs cukrász családból származott. Bár gyerekkorától kezdve magában szippantotta azt a sok tudást, láthatta, hogy az édesapja műhelyében dolgoztak a cukrászok, illetve németországi, angliai, franciaországi cukrászdákban tanulta, hogy az akkoriban szokás is volt. Vándoroltak és szedték magukra azt a tapasztalatot, tudást, amit aztán itthon Magyarországon tudott kamatoztatni. De Zserbó a felesége maga is egy csokoládégyáros családból származott, ő Ramzai volt, aki élete végéig ö, hűséges társa és mondhatni ö, üzlettársa is volt, hiszen ők együtt közösen ö, üzemeltették magát a cukrászdát is, illetve a részvénytárságot is, amit alapítottak, csokoládégyáruk is lett például. Nagyon fontos volt Zserbo Emil számára az, hogy nem csak a, az által elkészített desszertek legyenek nagyon szép kivitelűek, hanem maguk a csomagolásuk is minőségiek legyenek. ...nek. Ezeket a dobozokat iparművészek készítették, illetve volt olyan, amit maga Zserbo Emél tervezett. És ez azért is volt nagyon fontos, mert hozzá azért az arisztokrácia krémleját, az uralkodó család tagjai. Ezek a, ezek a termékek, ezek nagyon jók voltak például ajándékozásokra is mondjuk azt, hogy akár az ünnepekkor, húsvétkor, karácsonykor például annak megfelelő dobozokat alakítottak ki, tehát az ünnepeknek megfelelő dobozokat alakítottak ki, és ezt lehetett akkor ajándékozni. De bármilyen alkalomra zserbó desszertet ajándékozni, egy nagyon szép ajándék volt. Az 1909-es év azért is érdekes, mert 25 éve volt annak, hogy Magyarországra érkezett Zserbó Emil és felesége Ramzai és egy nagyszabási ünnepséget rendezett maga az ipar testület is számukra, illetve megválasztották az örökös tagjukká, az örökös elnököki, tiszteletbeli elnököki Zsárbó emélyet. Az első világháború önmagában megrázta magát az ipari világot, mégis Zsárbó a... A csokoládégyára, illetve a cukrászdái egészen 1917-18-ig átvészelték ezeket a nehéz időszakokat, megszorításokkal ugyan, de átvészelték, azonban jött a tanácsköztársaság, amikor elvették mindenüket és államosították ezeket a, az ő általuk 35 éve összegyűjtött javakat, illetve hát az ő életüknek úgymond a művét, ez volt az, ami azért nagyon megviselte Zserbo is. 1919. november 8-án halt meg, még azt is tudjuk, hogy hajnali háromkor. Erről tanúskodik maga az a gyászjelentés is, amit mi magunk is kiállítottunk. Az egyik alkalmazotta, Weiss F. monogrammal ellátott grafikán ábrázolta azt, hogy milyen hatalmas tömeg gyűlt össze Zserbo emetésén. Ez azt is mutatja, hogy Zserbo milyen közkedvelt volt, maguk az újságcikkek is, amik róla születtek azután, tehát ezek mind elismerők, egyfajta ilyen szomorú nekrológként jelentek meg.